Időjárás. Az egyik leglenyűgözőbb erő a világon. Ez a hatalmas erő képes arra, hogy pusztítson és gyönyörködtessen is egyben. Bárhol is éljünk, az időjárás alakítja az életünket. De a legtöbbünk számára rejtély marad a működése. Hogy igazán megérthessük az időjárást, el kell mélyednünk benne. Visszanyúlok az időjárás alapjaihoz. A tudomány nevében felfedem a titkait néhány bátor, vakmerő és időnként meglehetősen furcsa kísérleten keresztül. Olyan, mint valami porvihar. Bemutatjuk az időjárást, ahogyan eddig még sohasem látták. Szélsőséges időjárás Richard Hammonddal. Létezik egy láthatatlan és hatalmas erő, amely szinte észrevétlenül mozog körülöttünk. Egy erő, amely a Földön előforduló szélsőséges időjárásért felelős. Ez az erő a szél. Ebben az adásban kiderítem, hogy a szél hogyan hoz létre szélsőséges időjárást. Mire képes? És milyen gyors tud lenni? Menet közben megkísérlem megmérni a tornádó sebességét. A Föld közelében. Ó, ez nem semmi! Forgószelet hozok létre tűzből. Hogy kiderítsem, hogyan lesz a szélből forgószél. Egyike leszek azon keveseknek, akik besétáltak egy tornádó kellős közepére. Bemegyek! Szél. Állítólag az időjárás szempontjából ez a legszörnyűbb hely a világon. Olyan rémisztő, hogy csak is a félelmet nem ismerők, vagy a meggondolatlanok mernek szembenézni vele. Találják ki, hogy hol kezdjük. Ez itt a Mount Washington, New Hampshire különös vidékén, az Egyesült Államokban. New Englandben nem számítunk szélsőséges időjárásra. De 1934. április 12-én a Mount Washingtoni meteorológiai állomás az egyik legerősebb széllökést regisztrálta, amely elérte a 372 km per órát. Ezen a helyen az év több mint 100 napjában jellemző a hurrikán erejű szelek kialakulása. Jó, jegyezzék meg ezt az információt a következő néhány percben. Mert egy kisebb sétát készülök tenni a szabadban. Nos, kiugrom néhány percre, ami ezen a helyen nem kis feladat. Nem csak hallom a szelet az épület körül, de érzem is. Az egész hely vibrál. Jaj, ne! Elfelejtettem a védőszemüveget. Nem volt jó a sorrend. Ott kint könnyen megfagyhat a szemgolyóm, vagy bármilyen szabadon hagyott bőrfelület. Mindössze 2-3 perc alatt. Rendben. Ez a legjobb sapkám. Ebben biztosan nem fogok megfázni. Ez megakadályozza, hogy leessen az orrom. Szörnyű lenne, mert akkor sosem viselhetnék napszemüveget. Pedig nagyon szeretnék. Bélet kesztyű. Újatlan kesztyű. Remek!
Természetesen, most törvényileg köteles vagyok kijelenteni, hogy kilépek az ajtón, és egy ideig távol maradok. Még bent is ennyire hideg van. Azt hiszem, ideje lenne egy kis ízelítőt adnom abból, hogy mi vár rám. Tartok egy kis bemutatót. A legkisebb szellő, amit érzékelünk az arcunkon, 8 km per órás. Elég ahhoz, hogy megzörgesse ezt az újságot. A 24 km per órás szélnél az esernyőnk feladja a küzdelmet. A 40 km per órás szél el tud mozdítani egy nyugágyat. ...48 km/h a kerti bútort is. ...72 km/h kezd elszabadulni a pokol. Még a látszólag szilárd szerkezetek is megadják magukat. A 90 km/h szél kisebb épületeket is megmozgat. Miért is mondom el mindezt? Azért, mert a Mount Washingtonon jelenleg 105 km/h szél fúj. A szélrohamok elérhetik a 135 km/h sebességet is. Akár hiszik, akár nem, most védett helyen állok. Itt alig fúj egy kis szél, mert az épület mögött vagyok. Körülbelül 2 méterre kezdődik onnan. Nagyon erős. Csak úgy mutathatom meg, hogy beállok a közepére. Brenda és Sean úgy döntöttek, hogy velem tartanak, hogy videóra vegyék. Mert nem normálisak. Jól van, induljunk. Sétáljunk. Nincs szél. Van egy kis szél. Egyre nagyobb szél van. Nagy szél van. Nagyon-nagyon nagy szél van. Körülbelül 105-115 km/h szél fúj. Ne feledjék, ez az a hely, ahol az egyik legnagyobb szélsebességet mérték, 372 km/h. Milyen érzés lehet? Elsöpörne. Az itt végzendő számítások során figyelembe kell venni a szélsebességet és a súlyunkat. Én olyan 72 kiló körül lehetek. Ha ezt elosztjuk kettővel, megkapjuk azt a szélsebességet, ami komoly bajt okozhat. Például, amilyen ez. A szél tulajdonképpen mozgó levegő, amelyet a nyomáskülönbségek hoznak létre. Felgyorsul, ha keskeny réseken halad át. És lelassul, ha akadályba ütközik. Vannak földközeli szelek, és vannak olyan szelek, amelyek a magasban fújnak, és nagy távolságokat járnak be. Ezt az információt a hasznunkra fordíthatjuk. Megmondom, hogy nyűgözzék le a barátaikat. Először is álljanak háttal a szélnek. Majd nézzenek fel a felhőkre. Ha a felhők mozgásban vannak, távolodnak tőlünk, vagy felénk közelednek, vagy akár egy helyben állnak, az azt jelenti, hogy az időjárás nem változik meg jelentősen. Ha balról jobbra tartanak, akkor rosszabbra fordul az idő. Ha jobbról balra tartanak, akkor javul az idő. Vagyis jobbról balra javulás, balról jobbra rosszabbodás. Ha egyenesen haladnak középre, ugyanolyan marad, ha háttal állunk a szélnek. Ha csak nem a déli félgömbön vagyunk, mert akkor fordítva működik. Elképesztő, nem igaz? Nagyon ügyes trükk. Nem lehet 100%-osan támaszkodni erre, mert az időjárás ennél bonyolultabb, de többször válik be, mint ahányszor nem. Ez nagyjából minden időjárás előrejelzésről el lehet mondani, igaz?
A felhők minden bizonnyal jobbról balra mozogtak a Mount Washingtonon. Mert a következő reggelen lenyűgöző látvány tárult elém. Az évnek ebben a szakában általában a felhők felemelkednek, és elül a szél. Egy kicsit. Amikor kilépek az épületből, egy varázslatosan szép táj fogad. Az itteni emberek azzal büszkélkednek, hogy a világon ezen a helyen a legrosszabb az időjárás. Nos, nem is tudom, bár határozottan egyetértek, de ha most körülnézek, már nem vagyok biztos benne. Kétségtelen, hogy ezt a tájat a szél formálta ilyenné. Olyan szeles, hogy az épületeket le kell láncolni. Még a jég is fagyott zászlókat alkot. Van más módja is annak, hogy tanulmányozzuk a szelet. Megfigyeltem, hogy a hó nem esik le, hanem elfújja a szél, és minden felületre ráragad. Van egy adag lebomló konfettim. Megvárok egy nagyobb szélrohamot. Nézzék, hogy kavarog a konfetti a szél hatására. Azt gondolnánk, hogy ekkora sebesség mellett a szél mindent egyenesen elsöpörne. De valójában nem. Kavarog, mint amikor hullámok csapódnak a partra. Időnként ez a forgatag kisebb spirálokat alkot. Olyan formákat, amit a tudósok örvénynek neveznek. Ez a forma nagy fontossággal bír a történetünkben, mert szinte minden szélsőségesnek tartott időjárásnak ez az alapja. Most nem csak erős szélről van szó, hanem másféle időjárási jelenségekről, amiket a szél hoz létre. Borforgatagokról, vízoszlopokról, tornádókról. Ezek mind az örvény miatt kialakuló forgószelek. Még a hurrikánnak és a ciklonnak is ugyanolyan spirál formája van. De hogy kiderítsem, hogyan működik ez a spirál, a legkülönösebb örvényt fogom megvizsgálni mind közül. Aminek a neve tűztornádó. Mivel az egész lángokból áll, könnyebb lesz megfigyelni a forgó szerkezetet. Ezen a helyen nagyobb eséllyel alakul ki. Nyugat-Ausztrália száraz erdeiben. Nanup, Nyugat-Ausztrália. Az itteni növényzet olyan gyúlékony, hogy egy eldobott gyufa vagy villám pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Évente közel 50 ezer erdőtűz alakul ki Ausztráliában, és szinte mindegyikből kialakulhatnak tűztornádók. De mivel a tűz áthatolhatatlan, és a tűztornádók általában rövid életűek, nagyon ritka, hogy láthatunk egyet. Éppen ezért az a legjobb módja annak, hogy megvizsgáljunk egy tűztornádót,
ha létrehozunk egyet. De nem egyedül szándékozom létrehozni a tűztornádót. Felkértem a világ két vezető tűztornádó szakértőjét, hogy utazzanak ide Japánból. Dr. Kazunori Kuwana és Kozoseki Moto mérnök sok évet töltött azzal, hogy megfigyelje, hogyan és miért alakul ki a tűztornádó. Beleegyeztek abba, hogy segítsenek nekünk létrehozni egy saját tűztornádót. De nemrég kiderült, hogy ez az első alkalom, hogy egy nagyobbat hoznak létre. Ami aggasztó. Különösen, ha azt nézem, hogyan rendezgetik a tepsiket. Srácok, beszéljünk a tepsikről. Érdekel, hogy mi a rendeltetésük. Tűztornádót szeretnék létrehozni a tepsik fölött. Heptán tettünk a tepsikbe, ami gyúlékony folyadék. Ez heptán? Ez itt víz. Az nem gyullad meg, ugye tudjátok? Persze. A heptánt a víz tetejére tesszük. Jó, értem. És miért helyeztétek el alakzatba a tepsiket? Ha a tűz alakja teljesen szimmetrikus, akkor nem alakul ki az örvénylő mozgás. Így trükkre van szükség, hogy létrehozzuk az örvénylő mozgást. Ez az aszimmetrikus alakzat idézi majd elő azt, amit látni fogunk? Pontosan. Remek. És van arra esély, hogy megszabaduljunk a legyektől? Idegesítő. Most már értem, miért viseltek hálót az arcotok előtt. Azt hittem, méhészek vagytok, amikor megérkeztetek. De ez most nem egy szélsőséges rovarirtási módszer. Kiderítjük, hogy ezzel a 30 tepsivel sikerül-e létrehozni egy örvényt. Mert a forróság szelet idéz elő. Képzeljék el azt, hogy a tűzhely a föld, amit felmelegít a nap. A forró levegő pont úgy felemelkedik a tűzhelyről, mint a forró talajról. A lángok felett lévő levegő kevésbé sűrű, ezáltal a nyomás is csökken. De a tűzhely körül lévő hidegebb levegőnél nem változik a nyomás. Így igyekszik kitölteni a rést. Megpörgeti ezeket a játék szélmalmokat. Bebizonyíthatjuk, hogy a levegő a lángok irányába mozdul, amikor eloltjuk ezt a gyufát. A nagyobb nyomású levegő a kisebb nyomású levegő felé igyekszik. Ez az alapja a szélnek. A kis lángok segítségével hangsúlyozhatjuk a hatást, de ahhoz, hogy egy hatalmas szelet hozzunk létre, nagyobb tűzre van szükség. De ebből még nem derül ki, hogy a szél hogyan kezd örvényleni. Egy kisebb kísérletre van szükség. Nézzük meg, mi történik, amikor Kazu és Kozo meggyújtják a tepsiket a gyúlékony heptánnal. Ha igazuk lesz, az elalakzat létrehoz egy tűztornádót. Következő lépésként színes füstöt használunk, hogy meg tudjuk figyelni a széllökéseket a levegőben. Rendben, kezdhetjük. Ideje hátrébb állni. Először nem tűnik olyan látványosnak. Úgy néz ki, mint 30 lángra kapott tepsi. De ahogy a hideg levegő megindul, a lángok magasabbra szöknek. Majd hirtelen elkezdenek forogni. Ott van! A forgás miatt egyre nagyobb lesz a tűz.
A lángok magasra szöknek. Majd még magasabbra, amíg végül fölénk tornyosulnak. Ez hatalmas! Íme egy igazi tűztornádó. Mint a tűzhely esetében, most is kreálunk egy kis füstöt. Az ellenszél annyira erős, hogy a füst a föld közelében marad, és elég egyenes vonalban mozog a tűztornádó másik oldalán. De ezen az oldalon egy része az elalakzat körül forog, és összekeveredik vele. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi történik. Itt az elalakzat. A szél ebből az irányból érkezik, és elkezd forogni erre. Majd a tűz felé húzódik, ide. De a másik irányba is fúj, és így kezd el végül örvény lenni. Ez az örvény végigmegy az elalakzat mentén, és amikor elér a tűznek ehhez a részéhez, még erősebb lesz. Itt alakul ki a tűztornádó. A füst formájában jelenlévő hideg levegő egyszerre próbál két felé mozogni. Ez generálja a kis zöld örvényeket és a tűztornádót. Bár értelemszerűen nem lehet tepsiket találni a vadonban. De természetes elalakzatokat igen. Mindegyik ellentétes irányú szeleket alkot. Többé-kevésbé ilyen módon alakul ki a többi örvénylő időjárási jelenség. Ha kettő vagy annál több különböző sebességű és irányú szél találkozik, a felemelkedett meleg levegő helyére hideg levegő érkezik, hogy kitöltse az űrt. Ezek az egyszerű feltételek szükségesek ahhoz, hogy kialakuljanak a legszélsőségesebb időjárási jelenségek. Beleértve a legerőteljesebbet és legveszélyesebbet. A tornádót. Mivel a tornádó forog, sokkal gyorsabban mozog, mint egy átlagos szél. Nem egyenes vonalban, hanem abban a sebességben, ahogy forog. Ez a forgás okozza a legnagyobb károkat. Gondolkodjunk így. Ha pörgetem ezt a vödröt a fejem körül, nem az határozza meg majd az ütközés erősségét, hogy milyen gyorsan gyalogolok. Még ha nagyon gyorsan is gyalogolok, ez a sebesség nem számít. Csak az a fontos, milyen gyorsan pörgetem a vödröt, és hogy mi van benne. Ugyanígy működik a tornádónál is. A hulladék okozza mindig a legnagyobb károkat. A legnagyobb pusztító erőt a vödör tömege jelenti, vagyis maga a tornádó, ahogy forog. A forgóerő a lényeg. Ez a lenyűgöző az egészben. Mert a tornádónak ezt a részét ismerjük a legkevésbé. De hogyan mérhetnénk meg a tornádó sebességét a talaj közelében? Hogy ezt kideríthessük, újabb 1300 kilométert kell megtennünk egy tornádómentesnek tűnő vidékre, Londonba, Ontario tartományba. Egy lenyűgöző épületbe.
olyasmit fogok tenni, amit általában nem szokás. Bemegyek. Itt vagyok. Bent vagyok. Itt vagyok. A közepén. És csak annyit mondhatok, hogy igen. Ez tényleg olyan elképesztő érzés, mint ahogy hittem. Egy tornádó közepén vagyok. Döbbenetes élmény. Egyszerűen szédületes. A világ zúg és forog körülöttem, de én egy helyben állok. Természetesen ez jóval kisebb, mint egy valódi tornádó. Egy igazi forgószél ennél 100-szor nagyobb is lehet, és a szél is 5-ször gyorsabban pörögne. De ennek ellenére is belekóstolhatok abba, hogy mekkora félelmetes erő rejlik egy ilyen természeti jelenségben. Ijesztő látvány! Ez a Szélmérnöki Energia és Környezetkutatóközpont, röviden Windy Kutatóközpont. Az egyetlen hely a világon, ahol elő tudják idézni a valódi tornádó erejét. Ehhez 106 ventilátort használnak fel, amelyeket a falak és a mennyezet mögé helyeztek el. A világ első 6-szögletű szélcsatornája. Az egész szerkezet 23 millió dollárba került. Mi vagyunk az első látogatók, akik beléphettek ide. Ezáltal még nehezebb Horia Hengen professzortól szívességet kérni. Amíg itt vagyunk, ezen a részlegen, szeretném egy kicsit megvizsgálni a tornádó sebességét. Megengedné nekünk, hogy elvégezzünk egy apróbb kísérletet ezzel kapcsolatban? Nem bánja, ha okozunk egy kis felfordulást? Nem lesz nagy, utána mindent eltakarítunk. Mintha itt se lettünk volna, mindent eltüntetünk. Rendben van, egy kis felfordulás még belefér. Felkészültünk arra is, hogy bele akar dobni valamit. Előfordulhat. Köszönöm. Szívesen. A felforduláshoz szükség lesz ezekre a rózsaszín lebegtető szivacsokra. Elég könnyűek ahhoz, hogy felkapja őket a tornádó, de elég nagyok is, hogy nyomon követhessük a mozgásukat. Ha sikerül bejuttatnunk ezeket a szivacsokat a tornádó közepébe, és elérjük, hogy megforgassa őket anélkül, hogy kilökné, talán sikerül megmérnünk, hogy mennyi ideig tart megtennie egy teljes kört. Sok a ha, tudom, de nagyon drukkolok. Beindítjuk a ventilátorokat. Ott van. Ez az. Jól néz ki. Igen. Ez elképesztő. Pontosan ezt akartuk elérni, hogy ott maradjanak. Most, hogy a szivacsok forognak, ideje beindítani a nyomkövető technológiát. A számítógép különböző szivacsokat követ, egyiket a másik után. Ki tud számolni egy átlagsebességet a különböző röppályákból? Bevált a kísérlet. A gép számításai szerint 35 km per órával forog. Egy igazi tornádó természetesen 100-szor nagyobb ennél, és sokkal-sokkal gyorsabb. De most már tudjuk, hogy röptethetünk tárgyakat egy nem igazi tornádóban. Ez azt jelenti, hogy ugyanezt megtehetjük egy valódival is. Csak az a kérdés, hogy hogyan juttatjuk be őket.
Nem állhatok a tornádó mellé egy vödörrel. Kipróbáltam pár dolgot. De egyik sem működött. Segítség kell. Felvettem a kapcsolatot egy tudóssal, aki talán tudja, mi a megoldás. Arra kért, hogy itt találkozzak vele. Tulajdonképpen, ahogy később kiderült, a nagy semmi közepén, valahol Oklahomában. Ez a bizarr gépezet, a Dominator 3. Egy kézzel épített, tornádóbiztos kocsi. Reed Timmer meteorológus elárulta nekem, hogy csak egy van belőle. Nincs még egy ilyen gép. Egy hatalmas meteorológiai eszköz. Olyan, mint egy mozgó tornádószonda. Volt már tornádó közepén? Igen, ez a Dominator 3. Teljesen új. Tavaly 2-3 tornádót is elcsíptünk. Mi történt a Dominator 1-2-vel? Vége? Há nem. Még mindig megvannak szerencsére. Azt szeretném tudni, hogy milyen eséllyel lehet a Dominator segítségével megmérni egy tornádó sebességét a Föld közelében. A tornádó közepe a tornádókkal foglalkozó tudomány legnagyobb rejtélye. Ezt lenne a legfontosabb megérteni, mert ez a szélsebesség okozza a legsúlyosabb károkat, amikor a tornádó végig söpör egy vidéken. Ezért építettük, hogy eljuthassunk a belsejébe és felfedjük a rejtélyt. Vagyis, ha sikerül bejuttatni ezt a gépet a tornádó belsejébe, akkor lehetőség nyílna arra, hogy megmérjék a forgó szélsebességet. Igen. Arról van szó, amit én is tettem a mesterségesen gerjesztett tornádó közelében. Csak most egy igazi tornádóról van szó. Igen. Biztos nem tévedek, ha azt mondom, hogy veszélyes. Igen, van benne kockázat, de viharkövetőként 18 éves korom óta azzal foglalkozom, hogy próbálok minél közelebb jutni a tornádókhoz. Ez egy újabb kérdést vet fel. Te tudós vagy, adrenalin függő, vagy egyszerűen őrült? Mind a három. Értem. Reed a tökéletes ember számunkra. A Dominátort használva nagyon közel juthat egy tornádóhoz. És már azt is kitalálta, hogyan lőjön majd ki egy adatrögzítő mérőszerkezetet a belsejébe. Itt akartam megállni, mert innen délre egy hatalmas F5-ös tornádó söpört végig 1999-ben. A világ legnagyobb szélsebességét mérték, 480 km/órás volt. Arrafelé történt, tőlünk délre. Akkoriban kevesebb, mint 21 órán belül 74 tornádó csapott le Oklahomában és Kansasben. De a legpusztítóbb mindközül itt haladt el. 60 perces létezése során az elképesztő erejű forgási sebessége több mint 1 milliárd dollárnyi kárt okozott. A tudósok 480 km/órás szélsebességet mértek a belsejében. De a sebességgel még nem teljes a történet. Ezt a sebességet a talajhoz képest magasabban mérték. Ki tudja, milyen erős volt a talaj közelében. Ez volt a legnagyobb tornádó. Itt söpört végig? Igen. Jól van, tegyük fel, hogy valóban megtörténik. Azt nevezhetjük nyugodtan meleg helyzetnek, igaz? Ha éppen felénk jönne, mi történne pontosan? Délnyugatra nézünk. Ha nem mozdul el oldalra, akkor felénk tart. Úgyhogy megcélzom a bal oldalt, és meggyőződöm, hogy jó irányba tartok-e. Majd bezárom a kocsi ajtaját. Természetesen akkor, ha már bent ülünk. Igen, ez jó ötlet. Lássuk. Ezt így kell? Igen.
A cövekeket is kieresztjük. Ott a mérőszerkezet. Majd kinyílik egy ejtőernyő, amikor már 15 méter magasan lesz. Végül beszívja a tornádó. Ha minden tökéletesen működik, és ez a mérőszerkezet bekerül a tornádóba, képes lesz megmérni a forgási sebességet. Igen, függőleges légáramlat van a tölcsérben. Felkapja az ejtőernyőt, és megpörgeti. Az eszköz megméri a hőmérsékletet, a nedvességet és a nyomást. Ez megtörténik? Valamikor biztos. Értem. Sok sikert. Köszönöm. Sose tudni. Helyben vagyunk. Úgy tűnik, hogy a dominátor átveszi a vödrök helyét. Sűrített levegős, ágyúval felszerelt teteje elvégzi azt a munkát, amit az én paritjám és festékgolyós fegyverem nem. Nem maradt más hátra. Keresniük kell egy igazi tornádót, hogy minél közelebb kerülhessenek hozzá. Hat hétbe telik, de Reed és csapata végre egy igazi forgószél nyomában járnak. Olyan közel kell menniük, amilyen közel csak lehet. Elég közel ahhoz, hogy kilőhessék a mérőszerkezetet, egyenesen a közepébe. De megtalálni a vihar közepét elég bonyolultnak bizonyul. Ez a tornádó helyzete, 3 kilométerre délkeletre. Egyre közelebb kerülünk. Ott van! Egy tornádó 110 km/órás sebességgel söpör végig a földön. Álljatok meg! Gyakran változtatja a helyzetét, minden előjel nélkül. Így a tornádó elé kerülni meglehetősen nehéz. Ott van! Gyorsan oda kell érniük. Fordulj meg! Egy átlagos tornádó élete körülbelül 5-10 percig tart. Menjünk! Menjünk! Ott van, ott a tornádó. Pont előttünk, közeledik. Gyerünk! Hatalmas! Valóban hatalmas. 100 méter átmérőjű, és legalább 1 kilométer magas. Állj! Tökéletes! Jól van, hájj meg! Úramisten! A tornádó egyenesen feléjük tart. Gyorsan! Készüljetek a lövéssel! Tökéletes! Gyerünk! Gyorsan! Mindjárt itt van! Nem pont most kéne tönkre mennie az ablaknak. Húzd fel az ablakot! Kész vagyunk! Majd szólj! Körbe-körbe megy! Itt van! Mehet! Lőd ki! Pont mellettünk van! Körbe-körbe megy! Már tett egy fordulatot! Bent van. Bejuttatták a mérőszerkezetet. Láttam, hogy forgott egyet, de aztán elvesztettem szem elől. De egyszer biztos, hogy körbe ment. Még csak a feladat felénél tartanak. Most vissza kell szerezniük, hogy kiderítsék, mit rögzített.
Megvárják, amíg elvonul a vihar. Majd követik a pusztítás nyomait, hogy megkeressék a mérőszerkezetet. Milyen messze lehet? Talán 5 kilométerre. Valamilyen okból nem sikerül fogniuk a GPS jelzést. Így kénytelenek gyalog megkeresni. Amikor kilőttem, láttam, hogy arra repült. Forgott egy darabig, és vagy azok mögé a fák mögé esett, vagy ezek mögé a fák mögé. Olyan 60 méterre lehet. Akkor arra kell lennie valahol. Minden nehézség ellenére sikerül megtalálniuk. De a mérőszerkezet megsérült. A tornádó leszakította a burkolatot, szabadon hagyva a berendezést. Vajon sikerült a kísérlet? Amint megkapom az üzenetet, már is felveszem a kapcsolatot Reeddel. Hello, Reed! Hello, Richard! Bejuttattad a mérőszerkezetet? Igen. Különleges pillanat volt. Nagyon különleges pillanat volt, de nagyon ijesztő is. Talán már túl öreg vagyok a tornádókhoz. A fülünk pattogott a nyomástól, erős forgószél volt, de remek érzés volt látni, hogy felkapja a mérőszerkezetet. Tehát sikerült bejuttatni a szerkezetet. Rögzítette az információkat. Ami minket érdekel, az a szélsebesség az aljánál és a magasságokban. Rögzítette ezeket? Valószínűleg rögzítette, igen. De hamarosan kiderítjük. Most már csak napok, hetek kérdése. Derítsétek ki, már olyan közel vagyunk. Meg lesz. Rendben. Reed és a csapata valami olyasmit ért el, amit senki más eddig. Sikerült bejuttatniuk egy repülőmérő szerkezetet a tornádó közepébe. Megcsináltuk! A mai napon elsőként szereztünk vissza egy olyan szerkezetet, ami a tornádó belsejében volt. Ez óriási siker, és hatalmas lépés a jövőre nézve. Büszke pillanat ez. Sajnálatos módon a mérőszerkezet túlságosan tönkrement. Azt tervezik, hogy megismétlik a kísérletet. Felfedtük, hogy mi is a szél, és hogyan alakul ki. Hogyan lehet az útja megfigyelésével megjósolni az időjárást. Láttuk, hogyan kezd el a szél forogni. Felfedtük, hogy a forgószél az alapja rengeteg szélsőséges időjárási jelenségnek. Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy felfedjük az időjárás egyik legnagyobb rejtélyét, vagyis azt, hogy milyen gyorsan forog a tornádó. De a választ egyelőre még mindig titok övezi.